Kivonultak az USA tárgyalói, 6 hetes tárgyalósorozatot követően felálltak a tárgyalók. Ja, most nem erre van szükség, ez már megvolt ma reggel. Szóval azért vagyunk itt, hogy megmutassam, hogy hol élek tulajdonképpen. Ez a konyha, itt rögtön, hogyha belépünk, akkor itt a konyha, tele-tele személyes emlékekkel. Ha itt körülnézünk, akkor itt is már csomó utazásnak az emléke, mint szerintem minden lakásban egy-egy kis hűtőmágnes. Itt szoktam én reggelizgetni, hát hogyha tudok egyáltalán reggelizgetni, mert ugye azért, amikor én szoktam kelni olyan 4:30-5 között, sőt, még egy kicsit előbb is, akkor az ember nem igazán kívánja azt a nagy reggelit. Na menjünk egy kicsit beljebb, körbevezetlek benneteket, ez az újság most már nem kell, ezt már elolvastuk, sőt a tieteket és a Blikket meg már pláne elolvastuk reggel. Ez a nagy szoba, ami tulajdonképpen ötvözve van egy ilyen kis dolgozó szoba résszel. Kérdés ugye, hogy mit dolgozik ilyenkor az ember? Hát mondjuk szokott szerkeszteni, meg figyeli a híreket, mert ez ugye egy híradósnak azért a vénájában híráram is folyik, és tulajdonképpen meg szoktam nézni ilyenkor a TV2-nek a honlapját, utána még végig szoktam nézni az egyéb hírportálokat, akár mondjuk titeket is a blik.hu-t. Két lépés tovább állunk, akkor már itt is van a nagy szoba, meg lehet nézni, hogy éppen mi megy az embernek az anyacsatornáján, a TV2-n most éppen. Ilyenkor is megnézem a híreket, végig lapozgatom a kínálatot, hogy mi újság CNN-ben. És hát itt meg az italok, illetve tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a kis bárszekrény. Sokszor szoktam egyébként vendégséget adni, és jönnek a barátaim, szeretnek is itt lenni egyébként, szeretik a lakásnak a hangulatát. Úgyhogy sokat szoktunk itt tanyázni, jönnek, szeretnek itt lenni, és legfőképpen az erkélyen. Szóval ez az az erkély, amiről... hát itt egy kis baradicsom palánta lett volna, de itt valami baleset történt. Hát ennyit arról, hogy ipari mennyiségben elkezdtem paradicsomot termeszteni. Ezzel az egy paradicsommal próbálkoztam, de hát nagyon úgy tűnik, hogy itt a szélben megsérült, és fel is borult. Ez az erkély a lakás kedvenc pontja, mert ilyenkor nyáron, tavasszal és egyébként még ősszel is, de azt mondom, hogy télen is az ember ki tud ülni és el tud lenni, össze tudja szedni a gondolatait és végig tudja gondolni a napot. Amennyire nem vagyok egyébként házias a konyhában, figyelek egyébként a virágokra, mert hát ugye azonnal jeleznek, hogyha valami probléma van, annyira nem lesznek szépek, mondjuk, mint a szomszédban kedves szomszédasszonynak a virágai, de szerintem tőlem sikernek tartható, hogy ezek így és ilyen szépen megmaradtak ebben a környezetben.